idén 23. alkalommal rendezték meg Zomban a kétnapos fogadhajtó összecsapásokat. Hírnikül György, a Zombai Lovas Klub Egyesületének elnöke beszélt a program népszerűségéről. Megjelentek nálunk világbajnokok, Európa-bajnokok, a fogadhajtás legendái, amire nagyon büszkék vagyunk, nagyon szerettek ide járni mindig, és megpróbálunk megfelelni azoknak a hagyományoknak, amiket az elődeink ránk hagytak. A küzdelem hétvégén nagy kihívást okozott az időjárás. Szervezők és versenyzők egyaránt dolgoztak azért, hogy mindenki épségben, biztonságosan tudjon versenyezni. 40 fokos kánikula, mindent megtettünk azért, hogy a lovak jól érezzék magukat a lehetőségekhez képest. Lómosót alakítottunk ki, többször voltak napközben mosva, a büfé üzemelt, hideg italok voltak. Tehát úgy nézem, hogy azért át tudtuk vészelni ezt a napot. Nagyon nehezen sikerült ezt végigtenni. Tehát lehetett látni ezt a lovak teljesítményén is, hogy ebben a nagy kánikulában nehezebben koncentráltak a hajtók is, a lovak is, de túl vagyunk rajta, és örülünk neki, hogy ez a nap lejárt. Este lesz egy kombinált hajtás, 22 órakor kezdődik, annak körülbelül 1:30-ig fog tartani hajnalba, és holnap pedig egy ügyességi verseny lesz, szabadidőlovas megméretetés, ahol 165 start lesz, ugyanilyen nagy melegben. Ez egy igazán komplex, több tényezős tevékenység. A sportolóknak nem csak saját maguk edzettségével kell foglalkozniuk, hanem a lovakéval is. Ez egy olyan sport, ami több éves rutin szükséges hozzá. A hajtóknak is kell ez a rutin, de hiába van neki jó rutinja, amikor egy kezdő fogattal megy. Tehát az is több év kell ahhoz is, hogy az a fogat és a hajtó összeszokjon. Itt lehetett látni nagyon régi hajtókat, fiatal lovakkal. Ők se tudtak most brillírozni, de viszont vannak rutinos lovak, idősebb hajtókkal, akik viszont hozták a tőlük elvárt eredményt. Harmadik helyezett, Schmidt Bogárka lett. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tűzte fel a szallagokat a legjobbakra, és adta át a trófeákat a büszke helyezetteknek.